Egyoldalúan felmondta a BVOP a 18 éve fennálló szerződését a Helsinki Bizottsággal. A civil szervezet munkatársai eddig vizsgálhatták a rabok jogainak érvényesülését, eljárhattak egyedi panaszok nyomán is. Milyen következményei lehetnek, ha nincs civil kontroll a börtönökben? Erről is kérdezzük Víg Dávidot. Aki a Helsinki Bizottság rendészeti program vezetője, jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Mi a baj a Helsinki Bizottsággal? Én szerintem semmi baj nincsen a Helsinki Bizottsággal. Gondoltam, hogy ezt fogja mondani. Mit mond a büntetés végrehajtás, mi a baj önökkel? Ő sem mondja azt feltétlenül, hogy baj van a Helsinki Bizottság munkájával, azt viszont mondja, hogy a fogvatartottak, tehát akik börtönben vannak fogva, a jogvédelme a Helsinki Bizottság munkája nélkül is megoldható, illetve megoldott. Mi erről értelemszerűen azt gondoljuk, hogy ez nem így van, és ennek számos oka van. Vigyázunk mi rájuk, nincs szükség másokra? Hát úgy gondolja, hogy az állam képes arra, hogy megvédje a rábízott fogvatartottak jogait, de gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem így van. A Magyar Helsinki Bizottságnak? 1999 óta járjuk a börtönöket, 77 ilyen látogatáson vettünk részt, itt különböző alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményeket találtunk, hogy mondjak példákat is, tehát mondjuk arról van szó, hogyha bántalmazzák a fogvatartottakat, hogyha olyanok az elhelyezési körülmények, mondjuk poloska vagy tetű van a matracokban, akkor mi erre felhívjuk a közvélemény figyelmét, és felhívjuk a büntetés végrehajtás figyelmét is, hogy változtatni kellene. Idáig ez egyfajta normális rendben ment, ugye 77 látogatás, most nem számolom ki, de mondjuk évi 4. Ennek volt egy rendje? Volt olyan, hogy évi 4 volt olyan, hogy évi 9 volt, ez azt takarja ez a monitoring látogatás, hogy mi egy előre meghatározott módszertannal, egy kérdőívvel, nemzetközi tapasztalatokon alapuló módszertannal, jogászok, orvosok, elmegyünk egy intézetbe, beszélünk az intézetek parancsnokával, beszélünk a fogvatartottakkal, és próbáljuk feltárni azt, hogy mi a helyzet ebben az zárt rendszerben. 99-től mostanáig javult a helyzet? Ugye még strasbourgi pert is nyertek fogvatartottak az elhelyezési körülmények miatt, ők ott a négyzetméterre és hasonlókra hivatkoztak, de egy általában mit lehet mondani a tendenciáját tekintve? Én azt gondolom, hogy javult a helyzet nagyon sok tekintetben, és az annak is köszönhető, hogy a büntetés végrehajtás nagyon sok szakmai javaslatunkat megfogadta, és ez mutatja azt is, hogy mennyire korrekt és tényszerű és objektív megállapításokon alapuló volt ez az együttműködés, ami itt zajlott. Nyilván nagyon sok probléma van még, az, hogy több ezer panasz van a strasbourgi bíróság előtt, amelyik az elhelyezési körülményekkel kapcsolatosak, hogy olyan körülmények között működik a büntetés végrehajtás, hogy 140%-os a túlzsúfoltság. Ez nem most alakult ki, nem most jött létre, hanem ez egy évtizedes probléma, de például ezzel is foglalkozunk. Hogy fordulhattak önökhöz a rabok, ha valami problémájuk volt? Erre több mód is a rendelkezésükre áll. Például, amikor elmegyünk egy ilyen monitoring vagy vizsgálati látogatásra, akkor beszélünk a fogvatartottak csoportjaival, illetve beszélünk fogvatartottakkal egyenként is, és akkor elmondhatják nekünk a panaszaikat, amiben ha tudunk, akkor segítünk, hogyha nem, akkor felhívjuk a figyelmüket arra, hogy... A fogvatartott jelzi, hogy ő akar beszélni önökkel, vagy odalöknek valakit, hogy tessék vele beszélgetni. Nem, ebből a szempontból is korrekt volt ez az együttműködés, tehát gyakorlatilag azokkal a fogvatartottakkal, akikkel mi szerettünk volna, tudtunk beszélni, és a fogvatartottak is tudták kérni, hogy velünk beszélhessenek, de nem ez az egyetlen csatorna, hozzátartozóktól, illetve már szabadult fogvatartottaktól is kapunk levelet. Ebben a programban évente 1000-1200 magyar állampolgárnak nyújtunk jogi segítséget, akik hatósági abúzus, tehát hatósági bántalmazás áldozatai, vagy valamilyen módon sérülnek az alapvető jogai. Felvették a kapcsolatot a büntetés végrehajtással, hogyha felbontják a szerződést, az vajon milyen alapon? Mi a büntetés végrehajtástól kaptunk egy levelet, amiben egyoldalúan tájékoztattak minket arról, hogy ők felmondják ezt de az egyébként jól működő... Ez egy nagyon-nagyon rövid levél volt, annyi volt a magyarázat, hogy a szakmai álláspontjuk az, hogy a mi munkánk nélkül is megvalósul a fogvatartottak jogvédelme, ezzel a Magyar Helsinki Bizottság abszolút nem ért egyet. És tudtak valakivel beszélni, vagy ilyenkor nincs is telefonszám, hogy te most ezt miért csináljátok, vagy mi történt? Mi nagyon szerettünk volna, amikor az új országos parancsnokot kinevezték az év elején, akkor mi kértünk tőle egy időpontot, egy személyes találkozásra, azóta nem sikerült erre sor keríteni. Nincs nexus. Én nagyon szívesen rendelkezésre állok a továbbiakban is, hogyha akár itt, akár más fórumon az országos parancsnok szeretne egyeztetni az együttműködési megállapodással, akkor
Helsinki Bizottság bármikor rendelkezésre áll. Azt tudja, hogy nincsenek egyedül Helsinki Bizottság? Ez egy egészen friss hétvégi történet, hogy a Börtön Rádiót, akiknek a képviselőjére a kedves nézők is itt az Egyenes Beszélben találkozhattak pár héttel ezelőtt, akkor ők nagyon optimisták voltak. Se szó, se beszél, egyik pillanatra a másikra kihajították, mind a három börtönből. Hát abban a tekintetben egyedül vagyunk, hogy a Magyar Helsinki Bizottság az egyetlen olyan civil, az államtól független jogvédő szervezet, amelyik ezt a munkát, a jogvédelmet végzi. De valóban nincsenek több, egyedül, ők egy egyesület így voltak. Van, több civil is van, amelyikkel ez az együttműködési megállapodás, különböző együttműködési megállapodások megszakadtak. A civil szervezetek nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be abban, hogy a büntetés végrehajtásban mi történik, és milyen irányba fejlődik. És ezért nagyon-nagyon káros ez, hogy megszakadnak ezek az együttműködések. Ki akarják rakni a civileket az ellenőrzés lehetőségéből a büntetés végrehajtásban? Önöket ezek szerint igen, mert nincs szükség az ellenőrzésükre, hát hiszen eddig is jól meg, vagy ezután még jobban meg lesz a büntetés végrehajtás. De mi baj a börtönrádió, vagy mi van a többiekkel? Ez egy nagyon-nagyon zárt rendszer a büntetés végrehajtása, ahol csak meghatározott szereplők mehetnek be. Hála Istennek. Egyébként. Hát annyiban hála Istennek persze, hogy nem vágyunk arra, hogy ott legyünk, de azért állampolgárként van annyi felelősségünk abban, hogy tudjuk, hogy mi történik a büntetés végrehajtásban, és mondjuk a mi munkánk ezt a célt szolgálja, tehát nem csak a fogvatartottak érdekeinek a képviselete. Mi baj a civilekkel? Mi történt most hirtelen, hogy a civilek ne menjenek oda? Nézd, nehéz nem arra gondolni, hogy ez nem a kormányzati civil ellenes propagandának a része, hogy a civil szervezetekkel való együttműködést ezt meg kell szakítani, és az államot ettől a nemzetbiztonsági kockázattól meg kell védeni, de nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy magyar állampolgárok jogainak a védelme a magyar állam által alkotott, magyar állam által elfogadott szabályokhoz képest ez egy nemzetbiztonsági kockázat lenne itt. Mi azt csináljuk, hogy megpróbáljuk az államot rábírni arra, hogy a saját maga által elfogadott szabályokhoz tartsa magát. Sőt, hát a civil kontroll ilyen ügyekben azt gondolom, hogy egyébként valóban fontos. Ön is említett olyan eseteket, ahol volt valamiféle visszaélése a hatalomnak. És nem csak a kontroll, tehát pont ahogy az előbb említette, tényleg erről van szó, hogy vannak jogvédő szervezetek és egyébként más börtönben működő karitatív szervezetek, és ezeknek a munkája is nagyon-nagyon fontos. Azok, akik ott vannak a börtönökben, azok egy idő után ki fognak jönni a börtönből, és nagyon nem mindegy, hogy milyen állapotban jönnek ki. Ennek a társadalomnak a részei, amelyikben mi is vagyunk. Ezek a civil szervezetek mi is, és a többiek is abban segítenek, hogy minél jobb legyen ez a helyzet. Dömötör Csaba, ugye a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára azt említette fel önökkel szemben, hogy meg akarják akadályozni ezt a bizonyos sorosféle nemzeti konzultációt, már ugye a Helsinki Bizottság. Ez lehet-e mögött? Én nem gondolom, hogy ez a szakmai munka ez kapcsolódik ehhez a nemzeti konzultációs történethez. Itt két teljesen de különböző most dologról. Most azt tudja, hogy minden kapcsolódik a nemzeti konzultációhoz és Soroshoz. Soros. Ennyiben persze, de hát ezt az együttműködési megállapodást már azelőtt felmondták, hogy a nemzeti konzultációról szó lett volna. Ez egy nagyon sajátos helyzet, amikor kormányzati oldalról azt lehet hallani, hogy az, hogy valaki az érdekeit vagy a jogait, a törvényben biztosított jogait képviseli, akkor agresszívan lép fel, mint hogy a Magyar Helsinki Bizottság is a bírósághoz fordul. Nyilvánvalóan azt gondoljuk, hogy abszurd azt mondani, hogyha valaki a bírósághoz fordul azért, hogy a jogait érvényesítse, akkor agresszívan lépne fel. Nem a konzultációs évek kapcsán fordulnak a bírósághoz, nem a büntetés végrehajtása. Nem a büntetés végrehajtással kapcsolatban, persze, hanem a nemzeti persze konzultáció 5. kérdésével kapcsolatban, ami hamis színben tünteti fel a Magyar Helsinki Bizottság menekültügyben megfogalmazott álláspontját, és ezeket az igaztalan vádakat vissza kell, hogy utasítsuk. A büntetés végrehajtásban szereplőkkel, és ugye itt nem csak magával a BV-vel, hanem az ott dolgozókkal. Igen. Volt személyes kapcsolatok? Kialakult az idők során? Tehát van olyan kapcsolatuk, ami élhet tovább, attól függetlenül magával a büntetés végrehajtással, mint szervezettel nincs? Ezek katonai, félkatonai szervezetek, tehát utasításos rendben működnek. Én azt tehát gondolom, elvágólag ért véget minden. Hogyha az országos parancsnok így dönt, akkor az leszivárog a szervezetben, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként szakmai alapon ne tudnánk szóba állni bárkivel, aki elismeri egyébként alsóbb szinten azt, hogy a Helsinki Bizottság munkája szükséges, és alkalmas is volt arra, hogy itt nem csak a fogvatartottak érdekét szolgálja, hanem a büntetés végrehajtási szervezetét is. Ha nem így lenne, akkor nem változott volna a gyakorlat nagyon sokszor pozitív irányba, pont a mi megállapításaink alapján. Hát de már tudnak mindent, látja? Annyit változtattak, már mindent tudnak.
Hát a Magyar Helsinki Bizottság sajnos nem tud mindent arról, hogy mi történik, minden látogatás ebből a szempontból nagyon hasznos, és az egész társadalom látja a kárát annak, hogy ez mostantól már nem így lesz. Nem is önökre gondoltam, a büntetés végrehajtásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.